Egy csün családnak összesen 84 almája volt. Miután a család minden egyes tagja elfogyasztott 3 almát, a családnak összesen 63 almája maradt. Hány tagja van a csün családnak? 6, 7, 21, 36 vagy 63? Na nézzük, akkor értelmezzük ezt a feladatot. Van 84 almánk, arra sétál a csün család, megesznek belőle valamennyit, és marad 63 alma. Első lépésben határozzuk meg, hogy hány darab almát evett meg a csün család. Mi sem könnyebb ennél, 84-ből kivonjuk a 63-at, maradt a 21. Ezt a 21 almát ette meg a csün család. Továbbá azt is tudjuk, hogy minden tagja 3 almát evett meg, azaz próbáljuk a 21-et 3 tagú csoportokra bontani. Hát a 21-et elosztva 3-mal, vagy képezve 3-as csoportokat, 7 lesz az eredmény. Ebből az következik, hogy a csün család az 7 tagú volt.